Nem volt feszültségektől mentes a Dombóvári önkormányzat ülése. Pintér Szilárd jelenlegi és Szabó Loránd volt polgármester éles vitái tarkították a napkirendi pontok megvitatását. A sokszor személyeskedésbe is átcsapó szópárbaj végére Pintér Szilárd azzal tett pontot, hogy megvonta a hozzászólás lehetőségét az egykori városvezetőtől. A képviselőtestület megvitatta azt a programsorozatot, mely a várossá válás 50. évfordulójának ünnepi alkalmait foglalta össze. A sorozat egyelőre egy tervezet, az önkormányzat várja a civil közösségek további javaslatait. Nagyon fontos, hogy Domár városa 50 éves lesz április 1-én. Ezt egy rendezvénysorozatra szeretnénk mi megünnepelni. Azt gondolom, hogy ezt a fontos alkalmat nem szabad néhány nap alatt letudni. És egészen november 29-éig tartjuk ezt a rendezvénysorozatot. Megpróbálunk mindenki számára emlékezetes eseményeket létrehozni Dombóváron, illetve megpróbálunk olyan dolgokkal még kedveskedni, hogy reményem szerint meg fog jelenni két új könyv is ennek az időszaknak a jegyében, és azt gondolom, hogy kultúra, gasztronómia egyszerre egy időben meg fog jelenni, és a legkisebbtől a legidősebbig sok szeretettel várunk mindenkit minden rendezvényre. Van egy városi rendezvénynaptárom, amelyet már elfogadott a testület. Ez a rendezvénynaptár, ez egy nyitott pozíció, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van még jó ötlete, és ezt kéri a város támogatását, és azokat a kedvezményeket szeretné igénybe venni, amely azzal jár egyébként, hogy nem kell nekik köztet használati díjat fizetnie, és használhatja a közterületet természetesen élete lehetőséggel. A rendezvénynaptár tervezése kapcsán a sors úgy hozta, és teljesen véletlenül, azt gondolom, hogy ajándékot kaptunk, hiszen június 2-án, 3-án, 4-én az országos rendőrügyességi verseny Dombóváron kerül megrendezésre. Több mint 200 rendőr fog itt 3 napot eltölteni. Nyilván minden megye képviselteti magát ebben. Számomra még mindig nagyon fontos lenne is kérdőjeles a történet, de kezdeményeztem a megyei önkormányzatnál, hogy Tolna megye megyenapja Dombóváron kerüljön megrendezésre valamikor augusztus 29-én, hiszen az esik legközelebb szeptember 1-jéhez. Azt gondolom, ezzel is méltó módon tudnánk ünnepelni a települést. Szintén nagyon fontos, hogy a Dombó Pálvár feltárásának már olyan stádiumban vagyunk, amikor ehhez kapcsolódóan össze tudnánk állítani egy filmet, egy kiállítást és egy könyvet megjelentetni. A rendezvénysorozatot ezzel szeretnénk zárni november 29-én, amikor ezt a filmet levetítjük, könyvet átadjuk, és mindenki megtekinteti azokat a leleteket, amelyek itt az elmúlt 10 évben feltárásra kerültek. Nagyon fontos, hogy mindeddig is megtettünk mindent azért, hogy tudjuk társadalmisítani elképzeléseinket, megkerestünk minden civil szervezetet. Civil tanács legutóbbi ülésén személyesen részt vettem. Február 2-án, mint ahogy említettem, a civil gálával kezdjük a megemlékezés évét, az 50 éves születésnapi évfordulót. Azt gondolom, hogy ott is egy mondatban el kell, hogy hangozzon, hogy ez egy nyitott helyzet, és mindenki jó ötletét várjuk. Az önkormányzati testület előtt számolt be az elmúlt év munkájáról a Polgáron Egyesület, akik oroszlán részt vállalnak minden a város által lebonyolításra kerülő rendezvény biztosításában. Nyilván egy előregedő szervezet országosan, de az elmúlt években Dombóváron több 30 év alatti fiatal mutatott érdeklődésébe aktívan részt kívánva venni. Nagyon fontos támasz az önkormányzati rendezvények esetében is a polgárőrök közreműködése, hiszen azt gondolom, hogy ennél egyszerűbben, szakszerűbben és költséghatékonyabban a rendezvények biztosítását nem tudnánk megoldani. 2019-hez hasonlóan 2020-ban is 1 millió forinttal szeretnénk és tudjuk támogatni az ő működésüket. Nyilván ők megpróbálnak más csatornákban is még forrás szerezni, de azt gondolom, hogy a tavalyi és az idejében is meghaladt összeg tisztességes összeg, és elnök úr kérésének elegetéve egy rossz gyakorlat szerint mindig tárgyév december 31-ig kellett elszámolni, ezt az időpontot mi kitoltuk 2021. március 31-ig. A Domboland 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság élére új vezetőt nevezett ki a testület. Ez az a cég, mely lebonyolítja a város Európai Uniós pályázatait. Alapvetően a Domboland Kft. Az egy 100% önkormányzati tulajdonú projektmenedzser cég, hiszen a topos pályázatok engedték, hogy az ilyen típusú társaságok saját megvalósításban elvégzett munkájukat el lehet számolni, és nem kell külön projektmenedzser cégeket bevonni. Ezáltal is tudtunk munkát biztosítani helyi dombovári lakosoknak, illetve bevonni minden helyi vállalkozót dombovárit, aki ebben aktívan és hatékonyan részt tud venni ebben a munkában. Decemberben már látszott, hogy személyi változások fognak bekövetkezni. Az addigi ügyvezető kérte munkaviszonyának megszüntetését.
Domboland Kft. Ügyvezetésére megpróbáltuk megkeresni az alkalmas szemét. Reméljük, hogy ez a gazdasági társaság, amiért létrejött és amiért az elmúlt időszakban is volt, azt a feladatot fogja valóságban is ténylegesen ellátni, hiszen nagyon fontos topos projektek kezelése van rájuk bízva. Nagyon örülök, hogy megtaláltuk a legalkalmasabb személyt Györfini Álmér Tímé személyében. Timi már több éves pénzügyi gyakorlattal rendelkezik, mint közigazgatás, mint pedig a pénzügyi szféra világában. Azt gondolom, hogy ezt a több mint két évtizedes szakmai gyakorlatot Dombavár javára tudja fordítani, és ezzel is nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tényleg ez a Domboland Kft. 2020 év végére egy sikeres önkormányzati cég tudjon lenni.